aláíratnak egy részvételi ívet X számú emberrel, de volt olyan, hogy akár még egy fotóra is összeállították őket, beültették az embereket egy fotóra, és akkor így le lehetett dokumentálni, hogy ott volt valamilyen tréning, és utána ezekből a tréningre szánt pénzekből tudták kifizetni utólag a pályázatíró cégeket. Köszöntjük a Debrecen Air podcastjának hallgatóit. Vendégünk Nagy Gabriella, jogász, aki 7 éve dolgozik a Transparency International Magyarországnál, közpénzügyi programok vezetője. A közbeszerzésekkel és az uniós források felhasználásával kapcsolatos korrupcióval foglalkozik. Debreceni születésű, de egyetemi tanulmányait már Budapesten végezte. Nagy Gabriella telefonon keresztül fog csatlakozni hozzánk. Porcsin Zsolttal, a Debrecen Air újságírójával, főszerkesztőjével beszélgetünk vele. Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! Én pedig Polgár Tóth Tamás vagyok, a Debrecen Air újságírója. Ez a Debrecen Air 9. podcast adása. A folytatáshoz olvasóink és hallgatóink támogatására van szükségünk. Amennyiben szeretnének még több ilyen adást hallgatni, fizessenek elő online újságunkra a debrecener.hu címen. És akkor hívjuk már is Nagy Gabriellát a Transparency International-től. Nagy Gabriella. Porcsin Zsolt vagyok, szia! Sziasztok! Szervusz, én pedig Polgár Tóth Tamás. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. És akkor az első kérdésünk a szokásainkhoz híven, hogy mi foglalkoztat téged mostanában? Hát igen, erre hogy kettős választ tudok adni. Egyrészt ugye volt egy ilyen nagy projektünk, tehát hogyha a munka világát nézzük, az integritási megállapodások egy ilyen nagy uniós projekt, ami 6 éves volt, és ennek most zajlik a zárása, és hát nagyon stresszel, hogy mennyi feladat van vele, és mennyi elmaradás van ezzel a zárással. Ugye egy 6 éves projektet kell lezárni. Hogyha nem a munkavilágát nézzük, bár ez a stresszelés, ez kihat a nem munka életemre is, de hogyha nem ezt nézzük, akkor talán azt tudnám említeni, hogy most kezdtem el nemrég arabul tanulni, és most így ez... Milyen megfontolásból? Hát igazából a húgom 12 éve az Egyesült Arab Emirátusokban él, ott is megházasodott pár évvel ezelőtt, és akkor most fog a unoka öcsém születni, az első így a gyerek a családban, és akkor arra gondoltam, hogy hát nem tudom, mennyire fog tudni magyarul az unoka öcsém, ezért talán nekem kellene megtanulnom arabul, és akkor így ezért kezdtem el egy pár hónapja. De hát tényleg előbb hónapokig csak a betűket tanultam, és nemrég kezdtem el szavakat is tanulni. Ja, mert hogy nem csak beszélni tanulsz, hanem írni is, olvasni is. Hát azért ilyen alapszinten, hogy a betűket így felismerjem, igen, azért nem hiszem, hogy folyékonyan fogok tudni olvasni arabul, de azért, hogy legalább így megismerkedjek vele, igen, azért a betűket is nézegetem. Sok sikert hozzá. Jó nyelvtanulást kívánunk. Köszönöm. A húgom egyébként állatorvos az Emirátusokban. És dolgozik is? Mármint, hogy a gyerek mellett végzi a munkáját? Még nem született meg abban, márciusba fog születni, igen, de eleve úgy is ment ki 12 évvel ezelőtt, 11-12 évvel ezelőtt, hogy mint állatorvosként, igen, itt dolgozik. És ott van a Transparency-nek szervezete? Ott nincs, de úgy emlékszem, hogy Ománban van, vagy legalábbis régebben volt, mostában nem néztem, meg Jordániában van, úgy emlékszem. Tehát vannak arab országokban transzparenszik, igen. De ott az öböl térségben, Ománra emlékszem, hogy ott vagy van, vagy volt, de van, igen. Emirátusokban azt hiszem nincs. Térjünk rá a korrupció témájára. Oké. Mitől korrupció szerinted a korrupció? Hogyan lehetne ezt definiálni? A törvények, a jog által meghatározott kategóriáról beszélünk, és azt mondhatjuk, hogy minden korrupció egyben törvénytelenség. Avagy vannak olyan esetek, amikor valami úgymond
törvényesítve zajlik, és mégis korrupciónak nevezhetünk. És ezek közül a korrupciós, korrupciógyanús esetek, ügyek közül mi az, amivel foglalkozik a Transparency International? Hát a korrupció fogalmát illetően hát elég nagy vita van, és nincsen egy egységes korrupció fogalom, de a Transparency International, tehát nem csak a Magyarország, hanem általában ugye a nemzetközi a szervezet által van egy elfogadott fogalom, amit mi használunk. Ez alapján a korrupció az, amikor valamilyen általában közhatalommal, de valamilyen hatalommal visszaélnek egyéni haszonszerzés véget, és ebből egy kicsit talán már így látszódik is, hogy a mi álláspontunk szerint a korrupciónak szélesebb a fogalma, mint amit mondjuk a büntető törvénykönyv, amit büntetni rendel. Egyébként a kormány az igyekszik le szűkíteni a korrupció fogalmát csak azokra az esetekre, amit mondjuk jogszabály is tilt. Ilyenek lehetnek a költségvetési csalás, például sikkasztás hasonlóak. Ugye a mi értelmezésünk szerint ez tágabb. És sajnos az utóbbi időben legalábbis mi azt tapasztaljuk, hogy elég sok olyan eset van, amikor legalizálják úgymond a korrupciót, tehát tényleg jogszabály által hozzák létre, vagy jogszabály tartja fenn ezt az állapotot. Ilyen például ilyen volt a letelepedési kötvény, a mi álláspontunk szerint a letelepedési kötvény rendszere például. De ez mitől a korrupció? Letelepedési kötvény? Azért korrupció, mert egyébként hasonló rezsim, vagy hasonló ilyen letelepedési kötvény egyébként más országban is van, és azért látunk erre más példát is, mint ahogy a magyar kormány ezt megoldotta. Egyébként is problémás, de a leginkább a magyar rendszerben az volt a legproblémásabb, hogy ezeket a kötvényeket közvetítő cégeken keresztül árulták, holott egyébként mondjuk a külügyminisztériumnak, tehát a külügyi hálózat útján voltak ilyen kereskedőházak, stb. Tehát például a magyar állam is tudta volna közvetlenül ezeket értékesíteni, de ezzel szemben 6 vagy 7 ilyen közvetítő cég árult ezeket a kötvényeket, amelyeknek egyébként az országgyűlésnek az egyik bizottsága adta meg a felhatalmazást, hogy árulhassák, és a legnagyobb probléma, hogy ezek a közvetítő cégek egy kivételével mind offshore hátterű cégek voltak, tehát nem tudjuk, hogy kik a tulajdonosai, és a mi számításaink szerint gyakorlatilag egyedül, hát azok is, akik magát a kötvényt megvették, de az ő rajtuk kívül egyedül ezek a közvetítő cégek voltak azok, akik nyertek ezen az egész bizniszen, vagy kitalált rendszeren. A magyar állam viszonylag sokat bukott rajta, most nem is tudok hirtelen fejből számot mondani, de több milliárdos az a tétel, amit a magyar állam bukott ezen a letelepedési kötvény rendszeren, ugyanis a piacon sokkal kedvezményesebb kamatozású hitelt tudtak volna felvenni. Viszont ezek a közvetítő cégek kötvényenként nagyon sok, most nem vagyok jó ilyen számokban, hogy fejből mondjak számokat, de talán ilyen nagyságrendileg 20-25 ezer eurós hasznuk volt egy-egy ilyen letelepedési kötvényen. Tehát például ez egy ilyen elem. Most arról nem beszélve, aztán inkább nemzetbiztonsági kérdés, nem annyira korrupció, hogy ugye nem is történt meg igazából az ellenőrzése, hogy milyen emberek kaptak végül is a letelepedési kötvény keresztül, ugye az egész schengeni térségbe szabad utazási jogot kaptak gyakorlatilag ezek az emberek, ugye a magyar tartózkodás engedély révén. Most egy kicsit távolodjunk el szerintem ettől a konkrét példától. Említetted azt, hogy szűkült az elmúlt években folyamatosan a jogszabályi értelmezése a korrupciónak. Ez az elmúlt néhány évnek a fejleménye, egy 2010 óta kezdődő folyamat, vagy voltak már előzményei 2010 előtt is? A legelejét nem hallottam, hogy szűkült a fogalma Igen, tehát azt mondtad, hogy azt lehet látni, hogy van egy olyan tendencia, hogy a kormány igyekszik szűkíteni a korrupciónak az értelmezését.
Igen, ezt inkább arra mondtam, hogy amikor mi vitázunk a kormányát, tehát voltunk ilyen megbeszéléseken, akkor amit mi korrupciónak tekintünk, ők nem, tehát ők ugye csak azt tekintik korrupciónak, amit a büntető törvénykönyv annak rendel. Tehát igazából viszont azt a jelenséget, hogy szerintünk korrupciós ilyen rendszereket törvényesítenek, vagy legalizálnak, azt igazából kifejezetten 2010 után tapasztaltuk. Egyébként mi nem mondjuk sose, hogy nagyobb vagy kisebb most a korrupció, 2010 előtt volt nagyobb, vagy 2010 után, mert ugye egy mennyiségileg nagyon nehéz megfogni a korrupciót. Viszont azt mindenképpen szoktuk mondani, hogy a jellege változott meg a korrupciónak 2010 után. 2010 előtt sokkal inkább decentralizált volt, sokkal inkább lehetett látni ezeket a kisebb mértékű korrupciót, akár egy a rendőrök lefizetésétől kezdve, vagy hivatalnokok lefizetése, vagy az önkormányzati korrupciót. Ez 2010 után egyébként ebben a tekintetben javulás tekinthető, tehát a gazdaságnak egy része azért fehéredik, ugye a pénztárgépek bekötése, a naphoz való bekötésével. Ez a kis korrupció, ez szinte eltűnőben van, viszont a sokkal inkább centralizált és felülről szervezett lett álláspontunk szerint a korrupció Magyarországon, mint ami 2010 előtt volt. Tehát mindenképpen így a jellege változott meg szerintünk. Hogyan indul egy-egy munkátok? Látjátok, figyelemmel követitek, hogy mi történik az országban, a politikában, a gazdaságban, és akkor ezek alapján kiválasztjátok, hogy mivel kívántok alaposabban foglalkozni, vagy pedig kaptok ajánlásokat máshonnét, esetleg kívülről érkező dokumentumokat. Tehát milyen szempontok alapján hogyan választjátok ki, hogy mik kerülnek a főcsapásban? Hát többféle munkánk van, meg nagyon sok projektünk van, tehát és egy kicsit másképp indul mindegyik, de például, amikor ilyen közérdekű adatokat próbálunk kikérni, akkor nagyon sokszor mi is ilyen újsághírek alapján tájékozódunk, tehát mi is mondjuk olvasunk egy cikket, és azt gondoljuk, hogy érdemes lenne ennek utána menni, és akkor egy közérdekű adatot próbálunk kérni az adott állami szervtől, ha nem adják ki, akkor ugye pert indítunk ellenük, tehát van több ilyen ügyünk is. Van olyan, amikor még nem jelent meg a cikk, de már egy-egy újságíró megkeres minket, hogy a készülő cikkéhez nem kap meg bizonyos adatokat, és akkor ilyenkor az újságírónak nyújtunk jogi segítséget. Tehát van ez a fajta munkánk, viszont van egy másik típusú munkánk, ez a projekt alapú munka. Ilyenkor mi is igazából nézzük a lehetőségeket, ugye leginkább az Európai Bizottság finanszírozza úgymond a munkánkat, mert az Európai Bizottság ír ki olyan projekt lehetőségeket, amiket mi is megpályázunk, és ilyenkor általában van egy főcsapás irány, amit mondjuk a bizottság támogatni akar. Van olyan például, amikor olyan, tehát a korrupció témáján belül is, hogy például a környezetvédelmi, tehát ez a zöld korrupció témájára írnak ilyen pályázati lehetőséget, és akkor megfontoljuk, hogy például ez egy mindig egy ilyen kérdés, hogy jó lenne ezzel foglalkozni, de nincs nagyon benne szakértelmünk, úgyhogy ezt az olasz transzparencivel közösen azért beadtunk egy pályázatot, de ez például kevésbé esik a mi érdeklődési körünkbe, de valamikor olyan pályázatot írnak ki, ami ilyen adatbázis építésre vonatkozik, tehát mindig keressük mi is a pályázati lehetőségeket, és akkor megfontoljuk, hogy van-e ahhoz nekünk a szakértelmünk, vagy tapasztalatunk az adott témában. De van olyan is, amikor mi gondoljuk azt, hogy jó lenne ebben az irányba elmozdulni. Például nem nagyon foglalkoztunk eddig az ilyen agrár, illetve a földekkel kapcsolatos korrupcióval, ami egyébként pedig fontos lenne. Úgyhogy ez mindig ez egy ilyen téma nálunk, hogy ezzel kellene foglalkoznunk. Úgyhogy hát ilyen eseti alap
alapú, de azért nagyrészt kialakultak már ilyen főbb témák, amikben van szakértelmünk, tehát például ugye a Ligeti Miklós kollégám, ő ezekben a közérdekű adatok világában van nagy tapasztalata, a pereket viszi elég sikeresen. Én ugye a közbeszerzésekkel, uniós forrásokkal foglalkozom, van egy kolléganőnk, aki most a turizmus témájába merült el, úgyhogy van egy kisebb szegmens, de van egy kolléganőm, aki például az üzleti világban tapasztalható korrupcióval foglalkozik, úgyhogy ő körülbelül ezek a nagy fő témái, és akkor ezen belül szoktunk mozogni akár projekt irányba, akár ilyen egyedi ügyek irányába. Van egyébként olyan is, hogy kapunk e-mailt, elég sok e-mailt kapunk, de állampolgároktól is, és ezek között volt már olyan, hogy találtunk érdekes információt, és az alapján indultunk el, amit így e-mailben kaptunk. Finoman szólva nem egy konfliktusmentes munka, amit ti végeztek a Transparency-nél. Hogyan lesz valaki a Transparency munkatársa? Mi a vonzó ebben a tevékenységben? Igen, hát ez mindig felmerül, amikor így például interjúztatunk és egy potenciális, vagy lehet egy új munkatársat, ez így mindig felmerül kérdésként, hogy fel van erre készülve. Egyébként azt kell mondom, hogy annak ellenére, hogy a kormány folytat egy ilyen kommunikációs kampányt a civil szervezetek ellen, azért ilyen tényleges támadásban nem volt részünk, mondjuk pár évvel ezelőtt, amikor a figyelőben megjelent egy ilyen fekete lista, azon ugye rajta volt a nevük, de azért ezt leszámítva nem tapasztaltam még itt különösebben ilyen támadást, vagy ilyen hátrány nem ért, de egyébként nekem ez úgy történt, hogy én 2004-től kezdve én az igazságügyi minisztériumban, illetve később a külügyminisztériumban dolgoztam, tehát én 10 évig a közigazgatásban dolgoztam minisztériumban, és akkor ilyen 14-15 körül váltani akartam. Egyébként is, mert úgy gondoltam, hogy már így a 10 év ugye nagyon sok volt, tehát valami más szerettem volna csinálni, illetve hát egyre nehezebb volt, nyilván ugye korábban is EU-s dolgokkal, illetve közbeszerzéssel foglalkoztam, úgyhogy így egyre nehezebb volt így vállalni, hogy szakmailag is, amit mondjuk így a minisztériumban kellett csinálni, és akkor így a Ligeti Miklós, aki a jogigazgató, ő nekem ifjúságtársam volt az egyetemen, és ő keresett meg, hogy pályázzak meg egy állást, és egyébként ez csak azért mondtam ilyen részletesen, mert ez bennem egy nagyon nagy kérdés volt akkoriban, hogy tetszett ugyan, amit a Transparency csinált, illetve éreztem, hogy ez olyan fajta munka, ami jó, ami a profilomhoz is illik, de kifejezetten féltem, hogy ugye korábban a minisztériumban dolgoztam, hogy nehogy utánam nyúljanak, vagy bármi rossz érjen, és nem ismertem megmondani, tehát amikor elköszöntem, akkor nem mondtam meg, hogy hova megyek dolgozni, de aztán úgy gondoltam, amikor több körben is beszéltem a Martin József Péterrel, aki az ügyvezető igazgató, hogy nem lehet az, hogy a félelem irányítsa ugye az életemet, tehát hogy nem akartam azt, hogy félelemből irányítatva hozzak meg egy döntést. És volt alapja egyébként ennek a félelemnek? Hát én akkor úgy éreztem, hogy van, de utólag ezt úgy nem igazolta be. Igazából így informálisan sokan, tehát korábbi munkatársaim még így támogatásukat is fejezték ki, vagy hogy pozitívan álltak hozzá, hogy de jó. Így magasabb szintekről meg nem igazán foglalkoztak vele végül is. De igen, de bennem ez egy kérdés volt, igen, amikor váltottam, hogy merjek-e. De végül megléptem. Kik a partnerei a Transparency-nek? Nemzetközi szinten és Magyarországon kikre számíthattok a munkátok során? Más civil szervezeteket mennyire lehet bevonni a tevékenységetekbe? Hazai szinten leginkább a K-monitorral szoktunk ugye együtt dolgozni, mivel ugye ők aktívak még így a korrupció területén, de egyébként van
néha formális, néha informális, de vannak együttműködéseink a TASZ-szal is, az Amnesty-vel is, a Helsinki Bizottsága is, tehát van azért így együttműködés a hazai civil szervezetekkel is, de leginkább a K-Monitorral szoktunk akár közösen projektet vinni. Nemzetközi szinten pedig egyrészt támaszkodhatunk ugye a Transparency-nek a nemzetközi hálózatához. Igyekeztem elkerülni ezt a szót, hogy hálózat, mert úgy manapság ilyen negatívan szoktak ezt hozzáállni, de ugye a Transparency-nek a világ több mint 100 országában van tagozata. Berlinben van a központunk, a titkárság, úgy hívják, hogy a titkárság, és nagyon, nagyon sok együttműködésünk van egyébként, főleg az EU-n belüli tagozatokkal, nagyon aktívak például a csehek, a szlovének, így, hogyha itt a térséget nézem, a szlovákok is, de például a holland transzparenciával, a portugál transzparenciával is dolgoztunk már együtt, illetve nagyon sokszor most például az Európai Bizottság nál is meg lehet figyelni, hogy elkezdtek ezek a pályázati lehetőségek, amiket ugye mondtam, hogy a bizottság szokott kiírni, elkezdtek abba az irányba elmozdulni, hogy szívesebben támogatják az ilyen nagy határon átnyúló együttműködéseket, ilyen EU-s együttműködéseket, tehát általában ilyen nagyobb projekteket írnak itt, amiben több országnak kell így részt vennie, és akkor ilyenkor általában a berlini titkárság fogja össze, vagy ő koordinálja ezeket a nagyobb projekteket, most is kettő ilyen indul, ugye most zárunk le egy nagyobb ilyen 6 éveset, és most kettő indul ilyen, ami ilyen nagy európai együttműködéssel indul, ugye a többi transzparenciával, mert egyébként érdekességképp Lengyelországban nincs tagozat, transzparenci tagozat, viszont ott van a Bátori Alapítvány, és velük szoktunk együtt dolgozni, de hogyha egy a transzparenci világából kitekintünk, Bocsánat, csak miért nincs Transparency Lengyelországban? Nem tudom pontosan, de szerintem egyébként azért, mert ez a Bátori Alapítvány, ami jóval régebbi, tehát nem tudom, mert a 80-as években alapították, ugye a Transparency 94-ben alapították. És hasonló munkát végeznek el. Igen, és valahogy ők ott nagyon aktívak a lengyelek, a Bátori Alapítvány, de van egy ilyen állandó együttműködésünk velük, és olyan tiszteletbeli transzparenci tagozatnak szoktuk őket tekinteni, de valószínűleg ezért. Egyébként ugye ezek a transzparenci tagozatok így viszonylag szabadon alakulnak és szűnnek meg, tehát kicsit úgy működik, mint egy franchise rendszer, talán ahhoz tudnám hasonlítani, hogy 2 évente a berlini központunk 2 évente szokta úgymond átvilágítani egy-egy TI tagozatot, transzparenci tagozatot, és akkor elég részletes egy ilyen átvilágítást végez a berlini központ, és akkor meghatározza, hogy az adott szervezet viselheti-e tovább a transzparenci nevet például. Úgyhogy így működik a transzparenci. Beszélgetés elején említetted az integritási megállapodást, mint egy olyan projekt, ami most, most van befejezés környékén. És ugye Tamás kérdezte, hogy milyen kapcsolataitok vannak, milyen együttműködési lehetőségek. Ha jól emlékszem arra, amit olvastam az integritási megállapodásról, ott egy ilyen 3-pólusú rendszer van, amiben a 3. pólus éppen talán a helyi közösségek, a civil szervezetek lennének. Mesélnél, hogy mi ez valójában az integritási megállapodás, illetve hogy ez a rendszer, ez a gondolat alkalmazható lenne Magyarországon, akár rendszerszerűen is. Igen. Egyébként ez az integritási megállapodást Magyarország, Európában nem volt túl elterjedt, de a 90-es évektől így a világ más táján, tehát Mexikóban, nem tudom, Indiában eléggé elterjedt ez az integritási megállapodás, és itt Magyarországon, a Transparency International Magyarország már 2010 környékén elkezdte így próbaképpen, már csináltunk egy pár ilyen integritási megállapodást, és akkor ez lett most egy ilyen uniós kísérleti pilot projekt szintre emelve. Egyébként ennek az a lényege, hogy egy civil szervezet, vagy egy független civil szervezet egy konkrét közbeszerzési eljárást monitoroz, és lényegében ez a megállapodás az ajánlatkérő a
az ajánlattevők és a független monitor között jön létre egy ilyen három oldalú megállapodás, de, ahogy Zsolt jól mondta, ez most egy viszonylag új elem az integritási megállapodásban, ezt a bizottsággal kötött ilyen pilot projekt során alakult ki, hogy igyekeztünk bevonni a helyi közösségeket is. Ennek ugye az lenne a lényege, hogy a helyi állampolgárok érezzék, hogy egy adott ilyen beruházás, egy közbeszerzés, az tulajdonképpen ott nekik épül, az ő pénzükből lényegében. És például, mindjárt mondok magyar példát is, de például az olaszoknál az egyik ilyen projekt, amit monitoroztak, az olasz Transparency, az például egy ilyen ásatás volt, egy ilyen régészeti ásatás, ami két falu között volt egy ilyen ókori régészeti feltárás, és ott például tényleg olyan szinten megcsinálták az olaszok, hogy a két falunak például az iskolásai rendszeresen kijártak, és fotókat készítettek, hogy hogy alakul az egész feltárás, utána hogy kerülnek a múzeumba ezek a tárgyak, amiket ott találnak, tehát hogy tényleg ilyen aktívan. Nálunk egy kicsit annyiban volt nehezebb, hogy az egyik ilyen projekt, amit mi monitoroztunk, az az M6-os autópálya befejező szakaszának volt az építése, és ugye mi is voltunk, ez Bói és Iván Dárta között zajlik, ugye mi is voltunk Bóiban, és nagyon-nagyon érdekes találkozóink voltak a helyi és emberekkel. Bocsánat, itt pontosan kikkel kötöttetek szerződést, vagy megegyezést erről Ki az, aki fölkírja a civil szervezetet, vagy a civil közreműködőket? A közbeszerzést meghirdető, vagy azok, akik megpályázták, vagy elnyerték a közbeszerzést, vagy valami külső szervezet, például a Transparency, szóval hogy megy ez? Debrecenbe akartak például üveghegyet építeni az önkormányzat 10 évvel ezelőtt. Majdnem megvalósult a város közepén nagy templom előtt, de a mókát félretéve nem is volt móka. Szóval ilyenkor, amikor üveghegyet akar építeni egy város a közepén, akkor a város meghirdeti a közbeszerzést, arra valami üveggyár beadja a pályázatát, és akkor kikéri föl a debreceni civileket, vagy a debreceni lakosságot, vagy milyen formában történik ez a együttműködés. Igen. Hát ez egyébként többfajta modell van, és nekünk is többfajta tapasztalatunk van. Tehát van olyan tapasztalatunk, ez nem ebben az uniós pilot projektben volt, ahol maga az önkormányzat kér fel minket. Tehát például a 13. kerülettel volt 2 ilyen integritási megállapodásunk is, és ott maga az önkormányzat kért fel minket monitornak, és egyébként az önkormányzat által tulajdonolt cég, egy közszolgáltató cég volt az ajánlatkérő, és velük együttműködve igazából ők kérték. De az is előfordult már, és itt ennél az uniós projektnél is ez volt, hogy maga a donor, tehát aki a pénzt adja, ugye ő kér fel minket arra, hogy monitorozzunk egy beruházást. Volt ilyen például Ózdon, ilyen ivóvíz csatorna rendszer kiépítése volt, és ott a svájci alapból Svájc adta a pénzt, a támogatást a beruházáshoz, és ott a svájciak ragaszkodtak hozzá, hogy legyen ilyen integritási megállapodás. Itt most ebben az uniós pilot projektben, itt ugye két olyan projektet monitoroztunk, amit uniós pénzből valósítottak meg, és itt egyébként ez úgy zajlott, hogy az irányító hatóságok, tehát ez a ITM-ben, a minisztériumban egy helyettes államtitkárság, ők pályáztak úgymond projektekkel, amiből a bizottság kiválasztott 2, és külön lehetett pályázni civil monitornak is, mi ugye erre a másik pályázatra pályáztunk, mint civil monitor, és így a bizottság választotta ki a monitort is, meg a monitorozandó projektet is, tehát itt egy kicsit így működött, de aztán magát az integritási megállapodást, mert például az M6-os autópálya esetén a NIF-fel, ugye a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-vel kötöttük meg, és egyébként ez azért ez egy nagyon jó kérdés volt, Zsolt, mert ez egy nagyon kulcs kérdés, ugyanis itt a NIF, ugye nem ők jelentkeztek erre, hogy ezt csinálni szeretnék, ők ugye végig úgy érezték, hogy rájuk lett kényszerítve az integritási megállapodás, és így azért elég nehéz volt az együtt, nem azt mondom, hogy nem működtek együtt, mert ezt nem akarom mondani, de azért
nehéz volt így az együttműködés velük. Tehát nyilván sokkal eredményesebb tud lenni egy ilyen integritási megállapodás is, hogyha mondjuk így az ajánlat kérő, tehát az állami fél, úgymond, akár az önkormányzat, akár egy ilyen állami cég, mondjuk maga szeretne egy ilyen monitorozást kérni, és akkor tényleg aktívabban, meg ilyen kooperatívabban vesznek részt. Általában hogyan szokták venni ezek az állami szervek a ti megjelenéseteket, vagy bármilyen más civil szervezet megjelenését? Támadásnak veszik, vagy mit tapasztaltok ezzel kapcsolatban? Hát mindig egy kicsit érzékeny egyébként, ez egy érzékeny kérdés, és teljesen lehet látni, hogy ugye most egy kicsit, ugye, ahogy mondtam, ezt ilyen, szerintem ilyen kényelmetlenségnek érzik meg, de azért mentek bele, hogy ugye a bizottság felé mutassák az együttműködési hajlandóságukat, de nagyon érdekes, mert mondtam, hogy 6 éves volt ez a projekt, tehát a korábbi választásokat is úgymond átéltük, és így teljesen lehetett látni, hogy amikor a választás év volt, a választások előtt 1-2 hónappal már, így gyakorlatilag így eltűnt a NIF is, tehát nem nagyon reagáltak a leveleinkre. Így látszott, hogy így mindenki kivár, ahogy így éleződött a politikai helyzet, úgy próbáltak így távolságot tartani tőlünk. Szóval tényleg lehet látni, hogy nagyon igazából ennyiben rossz ez a, másban is, de ennyiben is rossz ez a politikai kampány, amit a civil szervezetek ellen folytat a kormány, hogy gyakorlatilag ezeket az egyébként jól működő, kisebb, alacsonyabb szintű együttműködéseket is sokszor ellehetetleníti, mert így látszik, hogy ugye nem mertek tényleg döntéseket hozni, vagy kérdésekre válaszolni, vagy például, hogyha konferenciára hívtuk őket, akkor nem mertek eljönni. Egyébként azt lehetett látni, hogy hát azt hiszem, hogy ez a nagyon negatív kampány, ez talán ilyen 15-16-ban kezdődött, vagy fokozódott a civil szervezetekkel, és előtte tényleg ilyen konferenciáinkon beszélőként is részt vettek, akár helyettes államtitkárok, államtitkárok. Most ez egy más kérdés, hogy mit mondtak, vagy nem értettek egyet azzal, ami elhangzott, de eljöttek és részt vettek, és most meg már tényleg nagyon-nagyon nehéz bármilyen állami szereplőt meghívni egy-egy konferenciánkra, úgyhogy így nagyon ellehetetlenít így az együttműködést, sajnos ez a kommunikációs kampány. Továbbá is Nagy Gabriellával, a Transparency International Magyarország jogászával beszélgetünk, Polcsin Zsolt a Debrecinev főszerkesztőjének társaságában. Ez a Debrecinev 9. podcast adása, a folytatáshoz olvasóink és hallgatóink támogatására van szükségünk. Amennyiben szeretnének még több ilyen adást hallgatni, fizessenek elő online újságunkra a debrecinev.hu címen. Mivel érdemes figyelni, amikor korrupciót akarunk keresni a rendszerben? Szokták azt vélni egyesek, hogy ezek a nagy gigaberuházások, megalomán beruházások azok, amik a legjobban melegágyai a korrupciónak. Még a napokban Hatházi Ákos országgyűlési képviselő például arról beszélt egy lakossági fórumon, hogy falunapokon érdemes ezeket keresni, tanulmányírásokat érdemes nézni, stb. Ti mit tapasztaltok? Igen. Egyébként minden ilyen tanulmány, ugye azt olyan uniós tanulmányok is arra az eredményre jutnak, hogy ugye az építési szektor a legfertőzöttebb a korrupció szempontjából. Itt azért inkább ilyen túlározásokra kell gondolni, hogy az építési anyagok, hogy rosszabb minőségű építenek be, stb. De valóban egyébként csak egy ilyen érdekes példát mondjak, ami még talán a legilyen kitettebb a korrupciónak, azok a mindenféle ilyen tréningek, humán erőforrás fejlesztés, ugye ilyen néven futnak, és például ezt lehet tudni így egy pár éve volt is egy tanulmányunk ugye az uniós források felhasználásáról, és hogy ez egy nagyon elterjedt gyakorlat volt, hogy ugye a pályázatírókat őket elvileg nem lehet neki fizetni uniós pénzből. De ugye nagyon sokszor ugye az önkormányzatoknak nincs arra pénzük, hogy ugye megelőlegezzenek vagy kifizessenek egy pályázatíró céget, és ugye nagyon gyakran azt lehetett látni, hogy akármilyen
projektről volt szó, mindig beletettek egy ilyen tréning elemet, és akkor hát azt lehetett feltételezni, meg gyanítani, hogy, mert ugye ezt a legegyszerűbb úgymond elcsalni, tehát aláírásnak egy részvételi ívet X számú emberrel, de volt olyan, hogy akár még egy fotóra is összeállították őket, beültették az embereket egy fotóra, és akkor így le lehetett dokumentálni, hogy ott volt valamilyen tréning, és utána ezekből a tréningre szánt pénzekből tudták kifizetni utólag a pályázatíró cégeket. De maga a tréning az meg sem történik, vagy megtörténik, nem. De mondjuk nagyon korlátozott. Hát igen, többnyire időben, Többnyire nem történik meg, és például van tudomásunk, ez régebbi, ugye, Nertiz utáni, hogy henteseknek tartottak lean management képzést, tehát szerintem valószínűleg valójában nem történtek meg ezek a képzések, de hogy vannak ilyen vicces történetek, úgyhogy például ezek a tréningek is ilyen gyanús, általában ilyen gyanús elemei ezeknek a projekteknek, de valóban egyébként sokszor ilyen kis önkormányzatoknál. Tehát azt kell tudni egyébként, hogy csak Magyarországon, ugye az uniónak 7 éves költségvetési időszakai vannak, de csak Magyarországon az előző 7 éves időszakban több mint 60 ezer projekt valósult meg uniós támogatással, és ugye akkor még ott van a többi uniós ország is, tehát Brüsszelből nincs az az intézmény, vagy az a szervezet, ami tudná ezt a 60 ezer projektet, csak magyar projektet ellenőrizni, tehát az egy viszonylag nagy a látencia sajnos. Nektek van ilyen jellegű földrajzi behatároltságotok, hogy mondjuk kevésbé látok rá bizonyos települések ügyeire? Hát azért szerintem igen, tehát viszonylag kevéssé láttunk rá egyébként szerintem általában. A leginkább látványosak ugye tényleg ezek a nagy beruházások, ezek a nagy infrastruktúrás beruházások, ugyanakkor pont ezek egyébként a leginkább ellenőrzöttek, tehát az ilyen nagyobb egy autópályaépítés például, azt az Unió is sokkal inkább ellenőrzi, mint ez a sok icike-picike kicsi projekt, mint ezek a tényleg a falunapok, vagy ezek a piacépítési projektek, amit például a Hatházi Ákos szokott bemutatni, és tényleg ezeket a vidéki kis településeken zajló projektekre mi sem nagyon látunk le, de egyébként meg kell, hogy mondjam, hogy elég gyakran kapunk e-maileket ilyen kisebb falvakból, ahol leírják, hogy mi történik, de sokszor az is probléma, hogy nyilván nem probléma, meg nyilván minden ügy fontos, de hogy sokszor azért ugye egy pár milliós tételről van szó, most akár egy kilátóépítésről, hogyha beszélünk, ugye van olyan alföldi falu, ahol 16 kilátó van. Ez viszonylag van egy ilyen informálisan, mi úgy tudjuk, hogy például a bizottságnál is van egy szint, ami alatt nem kezd el vizsgálódni, mert nincs rá kapacitása, uh-huh. És szerintem ez az, amit egyébként a rendszerben résztvevők ki is használnak. Nyilván nekünk sincs mindenre kapacitásunk, tehát mi összesen 7-en vagyunk, úgyhogy mi se tudunk sajnos minden ilyen bejelentéssel úgy foglalkozni, ahogy egyébként szeretnénk. És ilyenkor, amikor falvakból kaptok bejelentéseket, e-mailen, stb. Jellemzően kik keresnek meg titeket? Tehát lehet-e tudni valamit erről, hogy esetleg a képviselőtestületeknek a tagjai, vagy olyan állampolgárok, akik jellemzően tájékozottabbak talán egy kicsit az átlagnál, mi a jellemző? Hát a leginkább egyébként helyi vállalkozóktól szoktunk bejelentést kapni. Igen, fontos. Tehát egyébként ez a jó általában így a korrupcióban, hogy amíg valaki benne van, addig nem szokott jelentkezni, de hogyha ugye kiesett a Pixisből valamilyen ok kapcsán, ugye akkor szokott már számára is problémát jelenteni egy korrupció. Úgyhogy leginkább ilyen helyi vállalkozóktól volt, hogy szoktunk kapni bejelentést, de volt, hogy nem mindig derül ki számunkra se, hogy mi a kötődése az illetőnek az ügyhöz, csak valamilyen módon a közelében van és lát dolgokat, úgyhogy... Említetted, hogy különösen ugye Ligeti Miklós viszi azokat a pereket, amelyek a adatokkal kapcsolatos, adatok megszerzésével kapcsolatosak, és ebből ugye több is volt, ami több éven keresztül elhúzódott.
például a TAO pénzek, ha jól emlékszem, uh-huh. az egy szép hosszú történet volt, és ugye említetted, hogy leginkább sikerrel jártuk. Volt-e már olyan, hogy a Transparency-t perelte be valaki, vagy indítottja a eljárást a Transparency működésével szemben? Hát nem gyakori, de egyébként konkrétan egy perünk van, amit ellenünk indítottak, van egy perünk. Egy arab üzletember perelt be minket, jó hírnév sértés miatt, mert ugye van ez a mentor programunk, amit a Zsolt is jól ismer, ugye már évek óta a Debreciner is, illetve Zsolt is része ennek a mentor programnak. Az oknyomozó újságírás, igen. És az egyik ilyen mentor programban született egy cikk egy arab üzletemberről, és ő perelt be minket jó hírnévsértés miatt, de már nem is emlékszem, de nem is annyira emlékszem már, hogy voltak a részletek, de még mindig zajlik, mert évek óta zajlik a per, mert valahogy valamilyen név megegyezés volt, és a nem pont az arab üzletember szerepelt a cikkben, akiről valójában része. Ezt azt hiszem, most bocsánat, hogy hangosan gondolkozom, hogy talán a vallásával kapcsolatban is valamilyen téves infó volt a cikkben, szóval nem tudom, egy kicsit így bonyolult az ügy, de ez az egy ilyen jó hírnév sértésre vonatkozó ügy van ellenünk folyamatban. Szögezzük le, hogy ez nem a Debrecenben megjelent cikk. Nem. Mindegy, hogy volt, csak akkor nem nálunk, oké. Nem. A régi indexel volt ez a cikk, igen. De egyébként nem, nincs így igazából ellenünk fel egyelőre, hát lekopogom. Igen. És ti mi alapján döntitek el, hogy milyen ügyekben mentek bírósághoz? Mi az, amikor... Tehát mi az az inger küszöb, vagy nem tudom, hogy fogalmazom, hogy mondtad, hogy a nemzetközi szervezetben is megvan az, hogy bizonyos értékhatár fölött foglalkoztok dolgokkal. Vagy nem is tudom ezt mivel kapcsolatban, de említettél egy ilyet, hogy bizonyos értékhatár alatt nem igazán. Hát igen, mi is azért igyekszünk olyan ügyeket vinni, aminek úgy gondoljuk, hogy tényleg ilyen érdeklődésre tart számot, de egyébként nem feltétlenül, mert voltak azért ilyen kisebb ügyekben is Gába Vencsellő, például volt egy ügyünk Gába Vencsellővel kapcsolatban, de egyébként általában, hogyha eljut hozzánk egy információ, vagy akár egy újságíró keres meg minket, akkor mi alapból, hogyha úgy tűnik, hogy tényleg van ott valamilyen keresnivaló, egyébként nagyon sokszor ezt nehéz így behatárolni, mert például hogyha perre kerül a dolog, tehát hogyha nem adják ki az adatot, akkor azt be kell tudnunk bizonyítani, hogy annak az adatnak meg kell lennie, és annál a szervnél kell lennie, akit mi perelünk, mert egyébként nagyon sokszor egyébként arra hivatkoznak, hogy nem ők az adatkezelők például. Tehát de sokszor ilyen kis jogi megfontolások is szerepet játszanak ebben, hogy tényleg ki tudjuk-e bányászni, hogy annak az adatnak a jogszabály szerint meg kell lennie az adott szervnél, tehát van egy ilyen dolog is. De egyébként mi nagyon szívesen foglalkozunk, általában jó ügyeket hoznak nekünk, például az újságírók is, vagy akár, hogyha nekünk tetszik meg idézőjelben valami cikkben, de hát sokszor tényleg így erőforrás, vagy kapacitás nincs már rá, tehát most is szerintem ilyen 10-20 folyamatban lévő ügy van, tehát nem mindig tudunk már egy újabbat bevállalni, de alapvetően inkább ez a fő szempont, hogy tényleg van-e ott valamilyen keresnivaló, tényleg van-e olyan, tehát tényleg haszna lesz-e az adott, hogyha az adatokat sikerül kiperelni, akkor annak tényleg lesz-e valami haszna, tehát nem csak úgy lár-pur-lár szeretnénk adatokat kikérni, inkább ilyen szempontok, tehát az erőforrás, kapacitás, és ugye az ügy érdekessége, ami egy kicsit ilyen szubjektív, de így ez alapján szoktunk dönteni igazából. Hogy néz ki a sikermutatótok? Tehát jellemzően egy ügy, ami eljut a bíróságig, milyen arányban jöttök ki számotokra kedvező, vagy az ország szempontjából kedvező kimenetellel? Hát azt hiszem, hogy a legutóbbi ilyen statisztikát, ez talán tavalyi, tehát nem a legfrissebb, de valami, hát most így nagyságrendileg valahogy úgy volt, hogy 32 ügyből talán egyet veszítettünk el, tehát így egy elég jó,
De ennek ellenére ez nem mindig jelenti azt, hogy utána meg is kapjuk az adatokat, de nagyon sokszor hiába megnyerünk egy pert, nem kapjuk meg mégse az adatokat, és akkor volt nagy végrehajtási eljárás, kellett kezdeményezni. Vagy ha meg is kapjuk az adatokat, akkor teljesen feldolgozhatatlan formában, és akkor például a TAO pernél is ugye ilyen több doboznyi olyan iratot kaptunk meg, ami láthatóan ilyen beszkennelt, tehát nem képformátumú iratok, tehát hogy nem lehetett feldolgozni, de utána például abban segítséget kaptunk egy cégtől, aki be tud digitalizálni tudta. Tehát, hogy sokszor hiába van ez a pernyertesség, még az nem biztos, hogy tényleg hozzájutunk az adatokhoz, de így viszonylag jó arányjal szoktunk nyerni. Azért egy kicsit van bennünk aggály, hogy ez így marad-e a jövőben is, mert ugye általában ezek az ügyek elmennek a kúriáig, és eddig egyébként nekünk tényleg az volt a tapasztalatunk, hogy a bíróságok meglehetősen függetlenül, nem azért, mert nekünk ítéltek, de hogy tényleg függetlenül ítélték meg az ügyeket, de azért most már így a kúria, ugye ott a Varga Zsé András uh-huh. lett a kúria elnöke, most már ott azért tartunk tőle, hogyha az újabb ügyek eljutnak a kúriáig, akkor nem biztos, hogy így sikerrel fogunk járni. De utána még lehet tovább menni az európai szintére. Hát igen, takár. Igen, eddig még erre nem került sor, még eddig nem kellett ezen így gondolkoznunk, de lehet, hogy tényleg majd el kell kezdenünk ezen gondolkozni, hogyha ez bekövetkezik, hogy hova lehet tovább menni. Említetted, hogy nagyon meg kellett fontolni azt, hogy az állami szférából átmenj a Transparency-hez. A Transparency-s munkát kezdete óta érte bármilyen támadás téged amiatt, mert ennél a szervezetnél dolgozol? Személy szerint. Említetted ezt a figyelős listát, mondjuk ezen igen, túl. Igen. Igen, hát a figyelős listán kívül, ami ugye ott van a nevem, azt kell mondanom, hogy nem. Egyébként, mint az nem az én személy szerint, de a szervezet még annyit vett észre akkoriban, amikor ez a fekete lista kikerült, hogy ahol az irodánk van, annak az épületnek az oldalán, ki volt téve egy táblán, ugye a nevünk, hogy Transparency International Magyarország, és akkor egyik reggelre eltűnt, levették ezt a táblát, úgyhogy ez volt még, amit észrevettünk. De egyébként személy szerint nem ért tényleg támadás, sőt egyébként ez lehet, hogy annak is köszönhető, hogy itt Budapesten itt tényleg ilyen buborékban, ugye mostában sokat beszélünk, hogy az ember buborékban van, de inkább nagyon sok biztatást, meg támogatást szoktam kapni, akár például itt a szomszédoktól is így házon belül, úgyhogy nem igazán ért még így kifejezetten támadás szerencsére. Mi ad erőt ehhez a munkához, ez a nyilván számos konfliktusra terhelt munkához? Hát egyébként úgy tűnik, mintha, mert igen, tényleg, tehát így nehéz úgymond felmutatni ilyen igazi sikereket, tehát úgy tűnik, hogy lehet, hogy nem annyira sikeres a munkánk, mert most nyilván a korrupció nem fog eltűnni, de azért én nagyon sokszor élünk meg ilyen kisebb-nagyobb sikereket, ami egyébként tényleg erőt tud adni, tehát például most legutóbb ugye 35 évre kiírt autópálya koncesszió miatt, hogy annak a számításokat szeretnénk kitalálni, hogy mire alapozzák, hogy indokolt a 35 év, és erre van egy ilyen terünk, most van másodfokon, de az elsőfokú tárgyaláson ugye elmentünk, előadtuk ugye a mi érveinket, az alperes is előadta az érveit, és úgy gondoltuk, hogy majd ez egy elég bonyolult ügy, hogy majd több tárgyalási nap lesz. És akkor a bírónő teljesen veletlenül mindenki meglepődött, kiküldött mindannyiunkat, hogy ő most ítéletet fog hozni az első nap, tehát egyébként nagyon egyszerű lapotú volt a maga a tárgyalás, és akkor ott kint álltunk, hogy most ezt nem is tudjuk, hogy ez most jó jel, vagy rossz jel, és amikor bementünk, akkor így a bírónő nagyon, tehát tényleg minden pontban nekünk adott igazat, és ugye így nagyon megnyertük így az első fokot, és például ez, most nem tudom, ilyen így elmondva lehet, hogy nem jön át annyira, de például ez egy nagyon nagy, ez egy nagyon jó felemelő érzés volt tényleg, hát a bírónő is, hogy így előadta az érveit. Például ez egy ilyen siker volt, de például a tavaly vagy tavaly előtt volt egy olyan, amikor a 11 ilyen balatoni
viporlás kikötőt akartak koncesszióba adni, és nem a jogszabályoknak megfelelően, és akkor például ez ügyben egy beadványt készítettünk, hogy én készítettem, de hogy a szervezet adta be a közbeszerzési hatósághoz, hogy itt nem a jogszabályoknak megfelelően írták ki ezt a koncessziós eljárást, és utána például visszavonták ezt az eljárást, és csak informálisan hallottuk vissza, hogy állítólag azért állították meg ezt a folyamatot, mert mi írtunk egy ilyen beadványt. Szóval azért így érnek így sikerélmények a munkám során, de hát nyilván látsz ugye a hazai viszonyokat, azért néha elkeserítő a helyzet. Említetted korábban, hogy előfordul olyan, hogy megkaptok információkat, kiperelt információkat, viszont nem kereshető formában, hanem ilyen szkennelt fájlok, stb. Mennyire jellemző az, hogy a magyarországi állami szervek, önkormányzatok átláthatóan, kereshetően tesznek közé egyébként nyilvános, vagy olyan információkat, amiknek nyilvánosnak kellene lenniük? Mert hogy a mi tapasztalatunk rendkívül rossz ezen a területen. Hát teljes mértékben a mi tapasztalatunk is rossz. Egyébként van is egy ilyen programunk, ez a minimum, amiben ez is egy, tehát ez a minimum az önkormányzatoknak készült, és még az önkormányzati választások előtt viszonylag sok képviselőjelölt csatlakozott hozzá, de ott ez az egyik pont, hogy átlátható módon, kereshető módon tegyenek ki szerződéseket, adatokat, stb. És egyébként az a jó pár önkormányzat, ahol ugye olyanok nyertek, akik vagy a képviselőtestet többsége olyan, aki, vagy akár maga a polgármester, aki csatlakozott ez a minimumhoz, az ő értékelésük most zajlik különben, tehát ezt próbáljuk majd egy kicsit később jövünk elő az eredményekkel, de ezt próbáljuk megnézni, hogy mennyire vették át ezt a javaslatunkat, vagy ezt a pontot, tehát ez a minimumból. Úgyhogy ez tényleg probléma. És a másik pedig egyébként, hogy van egy uniós projekt is az unió támogatásával, a NAIH, tehát a Nemzeti Adatvédelmi Hivatal is csinál egy ilyen értékelést, amiben így félig meddig így szakértőként bevontak minket. Nem pont ezzel foglalkozunk, hanem ugye nemzetközi tapasztalatokat vizsgáltuk meg, de ott is egyébként ez egy kérdés, hogy ez mennyire valósul meg, és még nem tudom, még nem láttam ugye az eredményeket, de valóban szerintünk is van még itt fejlődni való, és egyébként az Európai Unió is kifejezetten erre adta ezt a finanszírozást a NAIH-nak, hogy ezen a gyakorlaton valamilyen változást kellene elérnie a kormánynak is, és mivel ugye a NAIH úgy tűnik, hogy tényleg komolyan veszi ezt a projektet. Van remény, hát ha azt gondoljuk, hogy talán van remény, hogy lesz valamilyen változás ebben a gyakorlatban. De egyébként el kell mondanom, még ezt mindjárt mondanám, hogy azért a bizottság sem jár élen ebben a kérdésben, mert ugye az OLAF egyébként a bizottság, ugye a csalás elleni hivatal, de ők a bizottság alá tartoznak. Ugye az OLAF sem szereti kiadni az ő jelentéseit, és most ugye legutóbb, bár eleinte mi is benne voltunk, de most a TASZ képviselte azt a gyáli civil szervezetet az Európai Bíróság előtt, ahol az Elios jelentését akarták ugye kiterelni az OLAF-tól, amit végül is meg is nyertek, de hogyha megnézzük, az OLAF úgy adta ki ezt a jelentést, hogy maga az Elios szó is ki van feketítve, tehát ki van törölve, sőt, egész oldalak feketék a jelentésben. Szóval azért valahogy, hogyha erről a nyilvánosságról, meg átláthatóságról beszélünk, akkor nem annyira szeretnek az ilyen állami, vagy akár uniós szervek így élen járni. Úgy látszik, nem csak Tibor cégnál volt az elsötétítés szokás, hanem átvitt ezt az olasz. Elnézést kérek az idétlen példáért. A NAIH munkatársaival különben mi is találkoztunk néhány hónappal ezelőtt ebben a projektben, eljöttek Debrecenbe, és volt egy háttérbeszélgetés, hogy hogyan lehet hozzáférni. Pontosabban, hogyha jól emlékszem, akkor a NAIH megbízásából egy cég. Pontosan így van, ahogy Tamás mondja. Tehát a NAIH megbízott egy céget, és a cég megkeresett bennünket, és másokat is beszélgetünk. Igen. Mi is nagyon várjuk, hogy mire jutottak, és majd mit fog összesítésében kiadni. Igen, ez ugyanaz a projekt, igen.
Egy kérdésem lenne még zárásképpen, hogyha egy dolgot meg kellene nevezned, ami hogyha megvalósulna, akkor ez az ország jelentősen, vagy ez a, ennek az országnak a közélete, a közpénzeknek az elköltése jelentősen tisztább, átláthatóbban történne, akkor mi lenne az? Hú, hát én azt látom, hogy a kulcs probléma és a kulcs kérdés az mindenképp az ügyészség helyzete, tehát mert azt látjuk, hogy az nincs, tehát sokszor nincs probléma például az adatok, most ellentmondok az előzőekkel, de például a közbeszerzést, a közbeszerzéseket nézzük, akkor például az adatok elérhetőségével, nyilvánosságával viszonylag nincs probléma, mert nagyon sok minden nyilvános. Azért nagyon sok ügyet feltárnak az újságírók, tehát, vagy akár az OLAF, hogyha nem a magyar újságírók, tehát a leginkább a probléma azzal van, vagy akár, hogyha mi is kiperelünk adatokat, hogy bármit is felderítünk, akár mi, akár az újságírók, nincsen következménye ezeknek a felderített ügyeknek, és mindenképpen szerintem a kulcspozíció az ügyészség szemléletét, vagy a főügyész személyében kell valamilyen változást elérni, vagy általában, hogy az ügyészség tényleg végezze a feladatát, vagy akár legyen például a román példához hasonlítva, hogy legyen Magyarországon is egy korrupció ellenes ügyészség, vagy csatlakozzunk az európai ügyészséghez. Tehát én azt látom mindenképpen, szerintem nekem ez az ilyen fixa ideám, hogy a leginkább a problémák középpontjában mindenképpen az ügyészség áll, mert hogyha ugye ő nem emel vádat, egy-egy költségvetési csalás, például, tehát hogyha például az uniós pénzeket nem arra használják fel, amire szánták őket, akkor az például egy költségvetési csalás lenne, de hogyha az ügyészség nem emel vádat, akkor hiába a bíróságok még az álláspontunk szerint azért viszonylag függetlenek, akkor nincs miről ítélnie a bíróságnak, nincs miről tárgyalnia. Úgyhogy én mindenképpen szerintem, hogyha az ügyészség szerepfelfogása megváltozna, akkor mindenképpen már előrébb lennénk. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és köszönjük a hallgatóinknak is, hogy meghallgatták ezt a podcast adásunkat. Nagy Gabriellával, a Transparency International Magyarország jogászával beszélgettünk, Porcsin Zsolt, a Debrecinnel főszerkesztőjének társaságában. Ezt a podcast adást a Debrecinnel stábja készítette, a folytatáshoz olvasóink és hallgatóink támogatására van szükségünk. Amennyiben szeretnének még több ilyen adást hallgatni, fizessenek elő online újságunkra a debrecine.hu címen. Köszönjük, hogy a Debrecine podcastját hallgatták, a viszont hallásra, sziasztok! Köszönjük, Gabi, neked is minden jót, sziasztok! Én is köszönöm az érdeklődést és a lehetőséget.